Említed a videóban, hogy több témában nem szólalnak meg az észszerű a racionális oldal képviselői, ennek nagyon egyszerű oka van, az észszerűség és a racionalitás relatív, az észterűséget mindenki a saját tapasztalatai alapján ítéli meg, emellett a racionalitás is egy tanult minta. Pontosan viszont szerintem azért is érdemes foglalkozni az ilyen témákkal is, elmondani a másik oldal álláspontját is, és pár perc elég félretenni azt, hogy épp milyen megbélyegzett témáról van szó. Azért is fontos, mert például a laposföld hívők is azt hiszik, hogy a másik oldal azért nem szólal meg és azért nem mondja el az érveit, mert nincsenek ilyen érveik. Hiába gondoljuk azt, hogy ez nekünk mennyire egyértelmű, ők úgy látják, hogy azért nem szólalunk meg, mert nem tudunk mit mondani. Miközben kutattam ezt a témát, hisz azért be kell, hogy valljam, hogy én már korábban is hallgattam előadásokat a hieroglif írásokról, és én már korábban is ismertem ezt a, ezt a témát, de úgy voltam vele, hogy nem alkothatok véleményt majd egy, egy, ilyen videóban, nem mondhatom el a véleményemet csupán néhány előadás ismeretéből, ezért az utóbbi napokban igenis felkutattam a szakirodalmat, és ezt a szakirodalmat ezt értsétek úgy, ahogy. Talán ez a videó is bizonyítja majd azt, hogy két emberi agy mennyire is máshogy tud működni, mert, mert amikor olvastam Varga Géza, Varga Géza, könyveinek az oldalait, mindvégig az járt a fejemben, hogy nem hiszem el, hogy ő, hogy ő ebből, erre jutott, miközben én én teljesen máshogy látom az egészet. De hát, hogyha mindenki ugyanolyan lenne, akkor nem lenne ilyen színes a világ, és talán ez a videó és sőt, biztos, hogy ez a videó sem készülne el. Szóval én már korábban is foglalkoztam a magyar nyelv, mint ősnyelv témával, és meg is kaptam érte a magamét. Takarodjak az országból, magyar ellenes vagyok. Paxelez most gyenge lett, e téma még nem a test új csoportod, a munkáid jók, de ezt engedd el de volt ennél sokkal durvább is, csak azt a YouTube algoritmusa letiltotta. Szóval igen, kaptam én akkor is hideget, meleged, de igazából ez sem veszi el a kedvemet attól, hogy elmondjam a véleményemet a magyar hieroglif írásokról. És a hipotézisünk a következő, idézek, a híres egyiptomi birodalom magyar nyelvű állam volt, a fáraók magyarok voltak. Olvashatnám tovább is ezt a részt, de nekünk e videó esetében csak az a lényeg, hogy Egyesek szerint az egyiptomiak magyarul beszéltek, és a fáraók magyarok voltak. És erről a magyar hieroglifák, a kőbevésett magyar hieroglifák árulkodnak a piramisok oldalán, azon piramisok oldalán, amelyeket magyarok építettek. Olyan problémába ütköztem, hogy most teljesen tanástalan vagyok afelől, hogy most mivel is kezdjem, hogy azért ez a téma érthető is maradjon és érthető legyen. Mi az a példa, mi az az oldal, amivel talán érdemes lenne kezdenem, és sokáig is agyaltam rajta, hogy mi legyen ez a, hogy mivel indítsuk, és szerintem maradjunk a piramis szónál. Ez a szó szinte minden nyelven ugyanúgy hangzik, szlovákul piramída, oroszul is piramída, németül piramid, szinte minden nyelven ugyanúgy hangzik. És egyesek szerint ez a szó, a piramis szó, a magyar peremes szóból alakult ki, és hogy ezt honnan következtetjük, azt a következő percekben megpróbálom kifejteni. Nagyon érdekes, hogy, hogy azt, hogy a piramis az miért a peremes szóból keletkezett, azt még e körön belül is teljesen máshogy látják sokan, több magyarázat is született erre, és a most következő magyarázat az a magyarázat lesz, amit én kiválasztottam, mert úgy gondoltam, hogy ezt én még úgy át is tudom nektek adni. Találkoztam több magyarázattal is, de hát azok, hogy is mondjam, eléggé belemagyarázósak voltak, sokkal jobban, mint az, amit most fogok bemutatni. Sőt, az egyik előadáson elhangzik az a mondat, hogy idézek, valahogy úgy szólt, hogy én találtam ki, hogy. Vagyis ez a mondat igazolja, hogy azok a, az önjelölt egyiptomi kutatók, akik ugye foglalkoznak a magyar hieroglif írással, hogy hát nem a tudományt veszik alapul, hanem saját maguk találják ki ezt vagy azt. Saját maguk alakítják ki úgy ezt az elméletet, hogy azt ide, vagy oda, vagy akár oda is be tudják gyömöszölni. Előre leszögezném újra, mielőtt majd a lelkes magyar hieroglifikus írásban hívők megjegyeznék, hogy de hát ennek van egy másfajta értelmezése is. Igen, tudom, de az már olyannyira belemagyarázós, hogy jó fejlőségből inkább ezzel kezdem, hogy ne lehessen rám azt mondani, hogy elfogult vagyok, és a legrosszabb magyarázattal mutatok be egy elméletet. Szóval akkor piramis egyelő peremes. Itt láthatjátok elvileg a piramis szó hieroglif megfelelőjét, és azért is mondom azt, hogy elvileg, mert még a tudósok is tapogatóznak az írás megértésében és értelmezésében. Simán lehet, hogy nagyon más, hogy értelmezzük és félértelmezzük a betűiket, vagy ez esetben a rajzaikat. A lényeg, hogy ugye láttok három jelet, egy bagnyot, egy szemet és egy, és egy talapzaton álló három szöget. Először mondom az egyiptológusok álláspontját, és utána a magyar hieroglif hívők álláspontját, Azért van ott a rajz alatt az, hogy MR, mert a szakértők szerint ez a rész azt jelenti, hogy a bagoly az az M, a szem pedig az R. Ide beszúrok nektek oldalra egy táblázatot is, amiben elvileg a már megfejtett hieroglif ABC-t láthatjátok. Azt is mondják, hogy ez nem is nevezhető ABC-nek, de nem akarok elkalandozni a témában. Szóval van ugye egy M betűnk és egy R betűnk. A szakértők szerint. Azért is jelenti ez a pár alakzata a piramist, mert ugye ott a piramis alakzat, ami megadja a két szimbólum jelentését, az MR pedig az alakzat pontosítását. Tehát piramid. Egyes esetekben a hieroglifákat jobbról-balra olvassuk, ezért, és újra elmondom az értetőség kedvéért, a piramis alakzat jelöli a piramist. Az utána következő R, és M betű pedig pontosítja, hogy tud, hogy tényleg piramidot kell mondani, és nem valami más piramishoz kapcsolódó szót. Nem tudom, hogy mennyire érthető így, hanem az sem baj, mert igazából a tudósom sem nagyon értik. Egy gyors példa, csak hogy jobban értsétek legalábbis csak a logikáját a hieroglifáknak, hozzunk létre egy magyar példát hieroglif logikával, latin betűkkel és alakzatokkal. Két példa: távirányító és távíró. Ha ezt le akarom írni, akkor mondjuk rajzolok egy kockát az alakjukból kiindulva, legyen egy kocka, a távirányító esetében lesz egy i, egy n és egy o. A táviró esetében pedig csak egy i és egy o. És onnan tudsz különbséget tenni a táviró és a távirányító szó között, hogy az egyik alakzat után odaragtam egy n betűt. Így tudod azt, hogy távirányítóról és nem távíróról van szó lehet, hogy nem volt a legjobb példa, de szerintem nem olyan bonyolult. Ez a része legalábbis nem olyan bonyolult. És akkor térjünk vissza a már sokat emlegetett piramis szavunkhoz, és lássuk, hogy egyesek hogy értelmezik ezeket a rajzokat. Egyesek szerint az alábbi hieroglifát úgy kell értelmezni magyarul, hogy ugye van egy emerünk, ezt szótagosan kell olvasni, amiből lesz egy me-re. Ne kérdezzétek, hogy ezt miért kell szótagosan olvasni, és hogy miért pont a Mehre és miért nem mara? Én sem értem, de egyesek szerint ezt így kell. Szóval mehre, és a piramis pedig valójában sok tébetűt jelent, mert egy piramis oldalai olyanok, mint hogyha sok tébetű egymásra épülne, vagyis többes számban ték. Ha levesszük az ékezetet a tékről, akkor lesz egy tek, és hogyha ezt összeadjuk, akkor mehre tek ami felettébb hasonlít a meredek szavunkra. Na hát igen, de ez még mindig nem peremes. De egyesek tudni vélik, hogy az egyiptomi magyar királyok mindig máshogy hívták a peremeseket, és volt, hogy néha meredekként hivatkoztak rájuk. Ezért a meredek az valójában csak egy szinonimája a peremes szavunknak. És ebből jött a sokak által ismert, az egész világon is használt, ma már használt piramis szó hát mit nem mondjak, a véleményem szerint ez a magyarázat ezt teljes mértékben kimeríti a belemagyarázás fogalmát, de hát egyesek szerint ez olyan logikus és olyan világos, mint a nap. Az érthetőség kedvéért vegyünk egy másik egyiptomi hieroglifát, mondjuk nézzük meg, csak mert ezt a nevet már szerintem mindenki hallotta, Tutankamon hieroglifáit. Ha megnézzük a szavakat, amelyeket egyesek az ábrákhoz rendeltek, bár itt meg ott azért nem illik bele az, amit kitaláltak, ezért azt mondják, hogy hát itt azt vagy ki kell hagyni, vagy itt kell pótolni. A lényeg, hogy ezek a szavak olyan szavak, amelyeket, hogyha egymás után rakunk, és bárhogy bármilyen sorrendbe helyezzük, akkor úgy tűnhet, hogy valami értelmeset is kapunk. De hogyha jobban megfigyeljük, akkor ez nem értelem, hanem csak magyar szavak egymás után, amit egy kialakított logikai rendszer alapján rendezünk át, úgy, hogy a saját igazunkat bizonyítsuk. Azt azért hozzá kell tennem, hogy, és csak hogy nyugodt legyen a lelkiismeretem, ismeretem, mielőtt még valaki félretájékoztatással vádolna, hogy ez a magyarázat, amit én itt bemutattam, az ott, ahol én olvastam, az nem volt képekkel szemléltetve, szóval remélem, hogy jól mutattam be. A leírásban valamilyen lépcső alakzatról is beszéltek a piramis ábrázolásánál, de én utána kerestem, és egyetlen egy olyan piramis ábrázolás, hieroglif ábrázolás sincs, ahol valamilyen formában megjelenik a lépcső. Lehet, hogy még maga a szerző sem értette azt, hogy mit ír, vagy csak vagy nem tudom, nem tudta rendesen elmagyarázni, viszont szerintem, hogyha valamit magyarázunk, és hieroglifákról van szó, akkor szerintem jobb lenne azt képekkel is illusztrálni, mert így eléggé nehezen érthető, sőt, hogyha rossz indulatú lennék, akkor azt mondanám, hogy félrevezető. Így hogy lássam valami mögött a logikát, hogyha az, aki magyarázza, nem akarja szemléltetni a logikát, vagy csak azért nem akarja szemléltetni, mert nincs mögötte logika, rátok bízom. Az az igazság, hogy megint tele vagyok kérésekkel abból a szempontból, hogy mi legyen a következő példa, amit bemutathatnék, és ami hülyen tükrözi ezt az elméletet. Most egy kicsit bővítsük a kört, amíg végül ki nem az egész világnál. Szóval valaki szerint, és ugye köztudott, hogy mezopotámiát a világ bölcsőjének is nevezik, szóval valaki szerint ezek a városok itt ezen a képen, Uruk, Eridu úr, ezek mind-mind egykori magyar városok voltak, és ezt a nevük is tükrözi. Ide mellé írom a városok magyar megfelelőjét, legalábbis tényleg vannak, akik, akik így gondolják, viszont nekem már csak egy kérdésem van. Mi van azzal a több száz, vagy akár ezer várossal ugyanebből a térségből, ami egy magyar szóra sem hasonlít? Azokat miért nem vesztük bele ebbe a csoportba? Úgy talán nem menne ilyen szép az eredmény. Még mielőtt rátérnék Vagra Géza a írás munkáira, először is még azt muszáj elmondanom, csak mert olvastam olyan kielentéseket, hogy csak az az ember hiszi azt, hogy a magyar nyelv nem a legősibb, aki kevésbé magyar. Szóval azért, mert én nem hiszem el, hogy a magyar nyelv nem a legősibb, azért én már nem is vagyok teljes egészében magyar. Lehet, hogy egyesek így gondolják, de nekem továbbra sem fér össze, és továbbra sem egyenlő az elvakultság a magyarsággal én nem látom az összefüggést a kettő között. A magyar nyelvet, mint a legősibb világnyelv próbálja bizonyítani Varga Géza is, akinek felsőfokú szaképesítése van, és az iq -ja egy 120-as skálán 114 volt, és a sok-sok ezer példa közül én csak találomra rábögtem egyre, hisz az összes ilyen jel vagy magyarázat értelem az hasonló logika alapján épül fel. Szerinte, és nagyon leegyszerűsítve, szerint a magyar nyelvet a világon mindenhol beszélték, még Dél-Amerikában is, és vegyük például ezt a szarmata jelvényt, szerint ez nem jelvény, hanem ez egy magyar szöveg, egy mondat, egy leírás, ami úgy szól, hogy rá-óg-hal, vagyis ragyogó-óg-halt. Ne kérdezzétek, hogy ez mit is jelent, és szerintem Varga Géza sem tudja pontosan, viszont azt egészen biztosan állítja, hogy a hal halál és a háló szavunk az azért hasonló, mert egy ősi mítoszban a holt lélek a hal képében próbál meg besúranni a túlvilágba. És bocsánat, hogy egy kicsit értelmetlenül fogalmazom, de én nagyon szeretem azt, hogyha bármit be tudok nektek úgy mutatni, hogy az érthető, logikus és egyértelmű. De ebben a témában én ilyet, én ilyet nem találtam. Jaj, hát igen, ez is egy magyar hieroglifa, csak ugye igaz, hogy nem látszik, hogy ez, hogy ez egy magyar szó, de van nekünk egy text szavunk, és ez biztos, hogy oda akarták írni, mert az oda illik, az oda illik, ezért oda kell szúrni. Ja igen, van nekünk egy ősi magyar legendánk, ami ezt vagy azt előírja, ezért, ezért azt oda rakjuk. Ja igen, van nekünk egy kivételünk is ebben a nyelvben, az biztos, hogy el akarták onnan benni, ezért ezt elvesszük, így lesz magyar értelme, és ez nekem már teljesen, és ezt... Te, teljes mondom, nekem ez a belemagyarázás szinonímája. Maradjunk ugyanennél a példánál, rá, óg, hal. Varga Géza a székely írásból eredezteti ennek a jelvénynek az értelmét, azt mondja, hogy ebből a három székely betűből épül fel az alábbi alakzat. Viszont ami a legviccesebb, hogy még ebben a keresett magyarázatban is van egy kis hiba. Pedig azt gondolhatnánk, hogyha már valaki magyarázza a bizonyítványát, akkor valami jó érvet is felhoz az okokra, de hát itt még ez sem sikerült. Ugyanis a székely R az sosem csak egy vonal volt, hanem ilyen H betűs. A másik kettő az stimmelt, de hát háromból kettő az, az nem valami jó arány. Persze biztos, hogy én vagyok egy tudatlan érdeklődő, és én nem értem. Varga Géza szerint az sem véletlen, és az is a magyar nyelv bizonyítja, hogy vannak jelek, amelyek szinte mindenhol ugyanúgy néznek ki a világon bárhol, mint itt a Kárpát-medence közepén. Nézzétek meg az összehasonlításokat, és döntsétek el, hogy ezek a hasonlóságok mennyire szándékosak, vagy épp mennyire véletlenek. Én az utóbbira szavazok, de engedjétek, hogy befolyásoljalak benneteket. Nem akarok Varga Géza ellen irányuló akciót indítani, de ugye ez alatt a több év alatt többen megkérőjelezték Varga Géza könyveit és intelligenciáját, és hát Géza bácsi ezeket az, ellen, ezeket az ellenvéleményeket kevésbé kezeli türelmesen. Ha te nem érted, mert el sem olvastad, abból nem következik, hogy nálam hiányzik az értelem, öt felsőfokú szakképesítésem van, és az IQM 114 volt egy olyan skálán, ahol a lehetséges maximum 120 volt, a 100%-ot pedig fiatal informatikus Zsenik átlag ezzel szemben te azt hiszed, hogy elolvasás nélkül is érdemben hozzá tudsz szólni egy olyan felfedezéshez, amelyiken közel 50 évig dolgoztam, a kérdés legjobb kutatóval válvetve. Mellesleg nem egy jó üzlet a könyvkiadás, nem is a pénzért csinálom. Az egyéb jövedelmeim hasznát fordítom a kutatásra és a könyvkiadásra, amiből nincs haszon, mert a legtöbb példányt ajándékként szétosztogatom iskoláknak, kultúrházaknak, könyvtáraknak és kutatóknak. Ez egy tudományos eredmény, amiért nem várok el gazdasági eredményt. Te azonban lejárottod magad ezzel a véleményeddel. Hát nem tudom, de hogyha van olyan iskola, ahol mondjuk ezt a könyvet oda is adják a gyerekeknek, akkor talán innen is üzenném, hogy szerintem nem kellene, mert a gyerek egy olyan gondolkodást fog tanulni, megtanulni ebből a könyvből, ami alapján lehet, hogy téves utakon fog járni az életben, és csak hogy egyértelműben fogalmazzak, nem helyes az a fajta gondolkodásmód, hogy egy állítás az megelőzi a kutatást. Hát ez pont fordítva helyes és logikus. Valamint kérdezem tisztelettel, milyen kutatásokról van itt, van itt szó? Valaki pénzt is fordít arra, hogy bizonyítsa a semmit? Mert hogyha igen, akkor én, én tényleg hülyének érzem magam. Megmondom őszintén, hogy nekem ez az egyik legnehezebb témám eddig, mert mindenhol csak azzal ütköztem szembe, hogy semmilyen logikus érv, csak-csak belemagyarázás. Egyes elméleteknél szokott lenni, hogy egy logikára épül fel valami, és akkor, de itt még az sem. Itt, itt, itt én nem láttam semmilyen logikát, csak belemagyarázást egész végig. Varga Géza szerint, hogyha mondjuk Dél-Amerikában, vagy bárhol máshol a világon valaki, valakira ez volt egy X-et egy kancsóra, az már azt jelenti, hogy ott, azon a helyen magyarok éltek és magyarul beszéltek. Nem veszi figyelembe azt, hogy persze, hogy vannak formák és alakzatok, amelyek a világon szinte mindenhol megegyeznek, hogyha leültetünk egy gyereket egy üres pabillelé, egy, egy, egy tollal a kezében, akkor persze, hogy ő is kört, háromszöget, vonalakat, x-et fog rajzolni, mert az alakzatok és végesek, szűkösek. Varga Géza ezt nem érti, és nem érti azt sem, hogy miért nézik hülyének őt, és nem fogadja el azt érvként, nem fogadja el érvként, hogy, az, hogy ez csak egy díszítés, vagy mondjuk ez, vagy esetleg ez. Szerinte ezek nem díszítések, nem rajzok, ezek betűk. Betűk összefonódásai, amelyek egy ősrégi, közös, magyar nyelvre utalnak. Ilyen alapon nincs a világon olyan szöveg, vagy olyan rajz, vagy bármi, amire ne lehetne felhúzni a, a székely ABC-t. A Földön minden egyes formában, rajzban, alakzatban megtalálható a körök, vonalak, vagy bármilyen egyszerű alakzat össze lehet őket úgy hozni, hogy ez vagy az megtalálható legyen benne. Nem értem, hogy valaki hogy építhet fel erre több könyvet, több tízezer oldalt, valaki hogy, Fordíthat, fordíthatja minden szabadidejét, és minden szabadidejét hogy töltheti azzal, Vargéz több mint 50 évet hogy tölthet valaki azzal, hogy, hogy ilyen összefüggéseket keressen és találjon, mert ugye mindig fog találni ilyen összefüggéseket, mert kell, hogy találjon összefüggéseket, és ő azt hiszi, hogy a kutatásai eredményesek voltak, mert, mert értelmet talált, szinte mindenhol a világon értelmet talált, hogyha valaki rajzol bárhol egy alakzatot, akkor ő odailleszti a kört, a háromszöget, a vonalakat. Azt hiszi, hogy értelmet talált, miközben ezek nem, ért, itt nem értelemről van szó, ezek véletlenek, de ez nem is véletlen, itt, itt nem véletlenekről van szó. Varga Géza sem fogadja azt érvként, hogy ezek véletlenek, mert ezek nem véletlenek valóban, és egyetértek vele, itt nem véletlenről van szó. Csupán nincs olyan sok egyszerű alakzat a világon, Amire több száz vagy akár több ezer nyelvet fel lehet húzni hasonlóságok nélkül. Van kör, van háromszög, van csillag, és ezeknek a kombinációja, tehát eléggé szűkös a keret. És ebből adódóan, egyezések mindig is lesznek. Ez olyan, mintha azt mondanám, hogy minden angol ember tud magyarul, mert, mert ők is latin betűkkel írnak, és mi is latin betűkkel írunk, ez ugyanaz a felállás. De minden nép más értelmet talál, vagyis a pontos megfogalmazás az az, hogy minden nép más értelmet választ a leírt betűknek és alakzatoknak. És azt, hogy mi magyarok megtaláltuk az értelmet a hieroglif írásokban, mert felállítottunk egy ráillő rendszert, ami pont ide vagy oda is illik, az még nagyon kevés. Varga Gézának van egy előadása, amit ide a leírás első sorába beszúrok. Én megnéztem, és közben záp záporoztak a gondolataim minden egyes mondata után, még azon is gondolkoztam, hogy lehet, hogy egy reakcióvideó keretein belül ezt megnézzük, de nem akarom, hogy csak csupa reakcióvideókból álljon ez a csatorna. Bár láttam, hogy sokaknak nem nyerte el a tetszését ez a reakcióvideó formátum, de hogyha mégis lenne rá igény, akkor én örülnék neki, mert van még bőven bőven gondolatom Varga Gézával kapcsolatban jelezétek azt nekem vissza, és akkor meglátom, lehet, hogy összehozzuk. Hálásan köszönöm szépen a figyelmeteket, az én részemről szerintem ennyi, és ahhoz képest, hogy csak le akartam tudni egy-két mondattal ezt a videót, ahhoz képest elég sokat beszéltem erről a témáról. Köszönöm szépen még egyszer, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb, addig is sziasztok!